A kollázs művészeti gyökerei a 20. század elejére vezethetőek vissza. A francia L'Ensemble Blanche-ként is ismert irányzat egyik első úttörője Pablo Picasso kubista festő volt. Térségünkben az 1887-ben született Kassák Lajos költő alkotásai is jelentősek. Kéménci György szabadkai mérnök évtizedekig a húsiparban dolgozott, de 2010 óta a képzőművészet világa is vonza. A Népkör Magyar Művelődési Központ Olás Sándor képzőművészeti szakkörének tagjaként már 5. éve jelennek meg munkái. Régóta tervezte, hogy önálló kiállítással jelentkezzen, de csak most látta elérkezettnek az időt arra, hogy egyedül is kiálljon a közönség elé. Kéménci esténként fellapozza a színes napi és heti lapok oldalait, ezekből ollózva össze műveit. Vannak olyan alkotások, amelyek egy rövid idő alatt elkészülnek, vannak pedig olyanok, amit az ötlet megvan, de akkor valahogy nem sikerül befejezni, és akkor félreteszem, utána pár nap múlva eszembe jut, hogy vannak ott befejezetlen dolgok, és akkor néha ezeket befejezem. De valahogy az a benyomásom, hogy azok, amik úgy egyszer elkészülnek, azok mindig valahogy jobbak, kompozíciók jobb, mint azok, ami úgy több fázisba készülnek. Kéménci György ollóval és ragasztóval dolgozik. A kompozíció összeállítása azonban olykor megköveteli tőle, hogy számítógépes utómunkát is végezzen. Kéménci reméli, hogy az elkövetkező években is lesz még alkalma kiállításra álmodni kollázsait.